Egy egész hétvégés megmérettetésben vettek részt az ország U12-es kosárlabdázói a kőbányai Zsíros Tibor sportcsarnokban, akik Sopronból, Debrecenből, Székesfehérvárról vagy épp a főváros különböző sportegyesületeitől érkeztek, hogy hazavigyék a Zsíros Tibor kupát. A megnyitón a gyerekeket Hajdú Péter, a csarnok elnöke, valamint Dékovács Róbert Antal 10. kerületi polgármester köszöntötte. Nincs olyan hétvégénk, nincs olyan pillanatunk, amikor a sport ne lenne valamilyen módon jelen az életünkben. Persze nem csak ezeken a hétvég ünnepnapokon, hanem a hétköznapokban is bizony nagyon komoly munka folyik, akár az úszásban, vívásban, és bizony-bizony kiemelkedik a kosárlabda, hiszen a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia keretei között nagyon sok fiatal, nagyon sok diák, pici gyermektől egészen a nagy kamaszokig, serdülőkig űzi ezt a sportágat, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt választották. Büszkék vagyunk, hiszen olyan sportot űznek, ami amellett, hogy az egészséges életre nevel, edzi a fizikumot, biztos, hogy olyan mentális pluszt is ad, ami csak a sportolónak adatik meg. Legyen bármilyen szintű, bármilyen korú sportoló. Úgyhogy én köszönöm, hogy a szülők a gyermekeiknek a sportot választották. Gratulálok nektek, hogy sportoltok, és ezzel töltitek a szabadidőtök jelentős részét. A polgármester a kerület sportéletének további fejlesztéseivel kapcsolatban a jövőre induló kosárosztályról is beszélt. Kőbányáról sok tekintetben el lehetne mondani, hogy valamiben kiemelkedik. Sokszor emlegetjük Kőbányát úgy, mint a rock bölcsője, fővárosa, és számos más példát is említhetnék, de a kosárlabdával is így vagyunk. A kosárlabda egy olyan sportág, amelyet iskolai körülmények között tanórákon is nagyon jól lehet űzni. A feltételrendszerrel kiváló, illetve egyre jobb, hiszen a második olyan tornatermet, iskolai tornatermet építjük, ami délelőtt tornaterem, az délutáni esti órákban, a hétvégén pedig a kosárlabda sportot tudja szolgálni. És most pedig a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémián járunk éppen, ahol egy darazsak színekben versenyző csapat, az akadémia csapata játszik. Nagyon régen hoztuk meg ezt a döntést, hogy legyen egy utánpótlás nevelő akadémiánk, és ez a gondolat bevált, bejött. Úgyhogy épül a harmad csarnok, a következő állomás, de elárulom, hogy a Szent László Gimnázium, Zrínyi Gimnázium termeiben is a kosárlabda uralja a délutáni időszakot. Úgyhogy biztatjuk a szülőket, a picik szüleit, hogy gondoljanak arra, hogy ez egy lehetőség Kőbányán, és bízom benne, hogy a jövőben az eddigi több száz gyermekhez még nagyon sokan fognak csatlakozni. Ha jól tudom, akkor jövőre indul az első osztály a harmat általános iskolában, ami már tantárgyként fogja a kosárlabdára tekinteni, igaz ez? Így van, a harmat általános iskolában beépítjük a tantervi rendszerbe, tehát az iskola szervezés, osztály szervezés már a kosárlabda ismeretek elsajátítására alapszik. Látom, hogy nagyon sok ókorosztály van itt a Kőbányán a darazsak között. Ez azt jelenti, hogy a fiatalokat megfogja ez a sportág? Megfogja, hiszen egy olyan labdajáték, amelyet csapatban kell játszani. Csapatban sportolni kicsit mindig más, mint az egyéni sportokat űzni. Nagyon jó közösségépítő, közösségformáló ereje van a sportnak egyébként is, labdajátékoknak, csapatsportoknak különösen. Úgyhogy minden korosztályban, utánpótlás korosztályban megvannak a csapatok Kőbányán, és nagyon kiemelkedően szerepelnek a kadett korosztály országos döntőbe jutott idén, úgyhogy megvan az eredményesség is ma már. Tehát akkor lehet számítani arra, hogy mondjuk dobogós helyezést ér el ezen a hétvégén is? Hát én nagyon bízom benne, hiszen itt is vidéki nagyvárosok csapatai versengenek ezen a hétvégén a kisebb korosztálynál is. Én bízom, hogy a darazsak helyt fognak állni. Az első mérkőzés a hazai darazsak győzelmével zárult, akik a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiával szemben tudtak egy fölényes 76-34-es győzelmet aratni. A mérkőzés után Hajdú Péter edzővel beszélgettünk. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége úgy döntött, hogy az U11 meg U12 korosztálynak ilyen országos megmérettetést nem szervez, illetve más formában szervez, mint a megszokott, ami nagyon jó, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, de úgy gondoltuk mi itt a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémián,
hogy ennek az U12-es korosztálynak megpróbáljunk itt a magyar csapatoknak egy olyan tornát szervezni, ahol megismerik egymást, a különböző csapatok össze tudják mérni az erejüket, ami egy, tulajdonképpen egy mérőszám az edzőknek és nekünk szakembereknek, hogy hol tartunk, miben kell fejlődni, miben lehet tanulni a másik csapatoktól, illetve hát a gyerekeknek is ez az első igazi megmérettetésük így magyar csapatokkal szemben, akik el ugye a versenyrendszerben nem találkoznak, mert ugye általában mi például budapesti régióban csak budapesti csapatokkal játszunk.